A Budapesten elszenvedett vereséget követően a nyíregyháziaknak mindenképpen győzniük kellett volna ahhoz, hogy folytatódjon a párharc. Az első negyedet 5 ponttal nyerte a házigazda, a második 10 perc 8 ponttal a Mavcé lett. Fordulás után is ragaszkodtak egymáshoz a csapatok, de folyamatosan a fővárosiak vezettek. Az utolsó percben büntető párbaj alakult ki, amiből a vendégek jöttek ki jobban, Czura Attila dudaszóra esett triplája csak arra volt elég, hogy 1 pontra felhozza a nyíregyházát, a meccset azonban a Mavcé nyerte. Nagyon jó teljesített mindenki, nem tudok semmi rosszat mondani senkire, mindenki megtett mindent a pályán. Sajnálom, hogy nem tudtunk nyerni és harmadik mérkőzést kiharcolni. A találkozón 15 pontot szerző Oláh Zoltán sajnálta, hogy sérülések miatt nem tudtak teljes kerettel kiállni a Mavcé ellen. Úgy éreztük, hogy simán meg lehetett volna ez a harmadik hely. Ez az alap lett volna a szezon elején, az volt kitűzve. Ez meg is lett, ez a negyedik hely, de mi többet vártunk ettől. A nyíregyházi nevelésű, tavaly még a Kék Cápák csapatában szereplő Nagy Krisztián örült annak, hogy egy küzdelmes meccsen szerezték meg a győzelmet. Erre nem gondoltunk, hogy ennyire nehéz lesz, de én felkészítettem a fiúkat, hogy ebbe az arénába ez a csapat mindig harcos, és harcolni fog az utolsó másodpercig. Hát megmutatták a fiúk, hogy kitették a szívüket a pályára. Örülök, hogy nyertünk és harmadikok lettünk, bár egy kicsit sajnálom, hogy nem sikerült döntőbe jutnunk. Mondtam is nekik évközben, hogy Mavcé nyíregyháza álomdöntő lenne számomra a legjobb. Sajnos ez itt a harmadik helyért jött össze, de örülök neki, hogy ilyen jó meccset játszottunk. Az NBA piros csoportjának bronzérmét a Mavs szerezte meg, a Nyíregyháza a Blue Sharks a negyedik helyen végzett. A döntő első mérkőzésén az oroszlány 84-68-ra győzött Veszprémben, a második találkozó szerdán lesz oroszlányban.